A Mi Hazánk mozgalom határozottan elutasítja azt az Európai Uniós tervet, amelyet az Európai Unió tagállamainak belügyminiszterei a luxemburgi találkozójukon elfogadtak. Elutasítjuk azt a dokumentumot, amelynek értelmében minden Európai Uniós tagállamnak migránsokat, tehát gazdasági bevándorlókat kellene befogadni, amelyik ország pedig ezt visszautasítja, bevándorlóként, fejenként 20 000 eurót kellene fizetni. Ez egy őrület, egészen elképesztő az elképzelés. A Mi Hazánk mozgalomnak sokkal egyszerűbb megoldási javaslatai vannak. A brit-ruandai megállapodásnak, vagy megállapodáshoz hasonló afrikai és európai megállapodásokat kellene kötni, hiszen vannak olyan afrikai országok, Ruanda vagy más afrikai országok, akik hajlandóak arra a jelek szerint, hogy befogadják azokat az illegális bevándorlókat, migránsokat, akik nyilvánvalóan nem menekültek, hiszen nem az első biztonságos országban állnak meg. Az, hogy a brit-ruandai megállapodást nem tudták végrehajtani, az pedig egy soha senki által meg nem választott, demokratikusan meg nem választott testület, mint amilyen például a Strasbourgi Bíróság határozott álláspontunk szerint nem döntheti el, tehát nem lehet olyan antidemokratikus szervezet vagy intézmény sehol Európában, amely a demokrácia alapvető szabályait felülírhatja. Senki soha nem választotta meg, nem szavazta meg, és nem is fogadta el a Strasbourgi Bíróság döntését, azért azt gondoljuk, hogy Magyarországnak példát kell mutatni, és a brit-ruandai megállapodáshoz hasonlót kell akár Ruandával, akár más országgal kötni. Nyilvánvaló, hogy még mindig anyagilag jobban járna Magyarország, mint hogyha elfogadja a luxemburgi egyezményt, hiszen számoljuk, hogy fejenként 20 000 eurót kellene fizetnünk, akkor sokkal olcsóbb egy afrikai országgal megállapodni, oda elküldeni néhány járatot, és innentől kezdve mondhatom azt, hogy 100% bizonyossággal kijelenthető, hogy Magyarországon keresztül megszűnne ez a migrációs nyomás, mi ott a déli határ mentén végre normálisan tudnánk élni, nyugalomban tudnánk élni, nem kellene sok ilyen repülőjáratot elindítani, az első néhány után az embercsempészek más útvonalakat keresnének, hiszen ez a fajta illegális migráció nem Magyarországra irányul, a kormány az alacsony bérekkel védi elsősorban Magyarországot az ilyen tömeges migrációtól. Az már egy más kérdés, hogy éppen a héten fogunk tárgyalni a parlamentben egy olyan törvényjavaslattól, ami pont a kormány részéről jön, amely az olcsó vendégmunkások, az olcsó munkások beáramlását tenni lehetővé Magyarországra, tömeges beáramlását legális úton, akár Bangladesből, vagy Afrikából, vagy Dél-Ázsiából. Ez egy más kérdés, tehát a Mi Hazánk mozgalom mind a kettőt elutasítja, a magyar kormány álláspontját, amely a legális migrációt akarja most elősegíteni, és az Európai Unió tagországainak belügyminiszterei által elfogadott egyezményt is, amely Luxemburgban született, amely pedig az embercsempészetet és az illegális migrációt akarja támogatni. Van esetleg kérdés? Egy év van hátra a következő választásokig, viszont tegnap jó pár településen voltak időközi választások. Ezek közül Békésen a Mi Hazánk jelöltje nyert. Mi lehet ennek az oka? Hogyan látja? Hát egy óriási és fényes győzelmet adott a Mi Hazánk mozgalom és a Mi Hazánk mozgalom képviselő jelöltje Földessy Mihály Békés városában. 52%-kal győzte le a fideszes ellenfelét. Ez is azt mutatja, hogy a Fidesz igazi kihívója a Mi Hazánk mozgalom. Mi le tudtuk győzni, a balliberális összefogás 6 vagy 7 párt képtelen a Fidesz legyőzni. És hát azt is mutatja, hogy Földessy Mihály hosszú évek óta megyei képviselő, vármegyei képviselőként és városi képviselőként is remek munkát végez a választópolgárok szolgálatában.